Az ünnepi időszak a betörések, a lopások és az autófeltörések csúcs szezonja. Sokan elutaznak, hamar sötétedik, ezt pedig a tolvajok is kihasználják. A következő percekben Garam Völgyi Lászlóval, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kommunikációs igazgatójával beszélgetünk arról, hogy hogyan lehet megelőzni a bajt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát karácsony kapcsán lehetne nagyon szép dolgokról is beszélni, szoktunk is, viszont erről is kell. Azt gondolom, hogy hogyan tudjuk megőrizni az értékeinket, hogy miért van az, hogy nyugodtan nem tudunk kimenni egy karácsonyi vásárban, nagyon messzire vezet. Kezdjük először mondjuk az autó feltörésekkel. Leparkolunk, bemegyünk boldogan, vásárba bevásárolunk, ott hagyjuk a cuccot, majd aztán az soha többé nem lesz meg. Mit csináljunk? Hát nagyon reméljük, hogy nem erről fog szólni az ünnep. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ugye az észszerű óvatosság és a józan ész, ami kell, hogy diktálja ezt a vásárlási izgalmat. Ugye azért az emberek felfokozott állapotban vannak, nagyon jó, hála Istennek, hogy van fizetőképes kereslet, és ilyenkor valóban hajlamosak vagyunk a biztonsági szabályokat egy kicsit eliminálni. A legnagyobb veszély nyilvánvalóan akkor, ha az autófeltörésekről beszélünk, akkor áll elő, amikor az utastérben vagy látható helyen értékek vannak. Ugye az alkalom szüli a tolvajt, ez egy kicsit elcsébet mondás, de azért van benne valami. Szerencsére azt lehet mondani... De ők azért a fiúk többen is elő is kerülnek azért, nem? Tehát, hogy több tolvaj van ilyenkor az utcákon jobban. Mondjuk valaki csak kedden és csütörtökön lop, most ilyenkor minden nap, mert nagyobb a lehetőség, nem? Tehát ilyen az kétségtelen, hogy a tömeget kihasználják a zsebtolvajok, de visszatérve, ezek a parkolók azért most már biztonságosak, különösen a nagy bevásárlóközpontok környékén, de mondom még egyszer, tehát nem kell a csábításra ugye felhívni, és gyakorlatilag azt mondanám, hogy ha az elmúlt pár évet vizsgáljuk visszamenőleg 3 évre, akkor a bűncselekményeknek az abszolút száma, beleértve a vagyonelleneket is, azért csökken. Ez a zseblopásokra is vonatkozik, de ugye, ha már erről beszélünk, a lényege valóban az, hogy amikor nagy tömegek mozognak kis helyen, akkor valószínű, hogy a zsebtolvajok is aktivizálják magukat, de sajnos azt mondanám, hogy nem szezonális jellegű, a tömegközlekedési eszközökön vagy olyan rendezvényeken, ahol nagy tömeg van nyilvánvalóan, nyáron is előfordulnak ilyen bűncselekmények, de hangsúlyozom még egyszer, ezek száma csökken. Merem remélni azért, mert ugye a bűnmegelőzési kultúra az elmúlt években elég jó színvonalon van. Ez azt is jelenti, hogy egyébként mi azért jobban odafigyelünk az értékeinkre? Vagy akár egyébként például mondjuk megerősödött az online vásárlás, és nem mászkálunk annyi szatyorral, mint régen, és nem tesszük be a kocsiba, vagy nem tesszük le magunk mellé a buszon? Ez nagyon jó, bár ugye az online vásárlásnak is vannak veszélyek. Hát ott más csalók, ott igen, becsapnak még elég. De ez azért azt kell mondanom, anélkül, hogy üzletpolitikai dolgokba belemennék, hogy az elég biztonságos az online vásárlás, de miután ez a fizikai közvetlen kapcsolatot ugye kiiktatja, ezért miután tipikusan társas elkövetés a zsebtolvajlás, tehát gyakorlatilag nem mennek oda az emberhez, az értékeit nem tudják elvinni, és a másik, amiről beszéltünk, hogy nagyon fontos, hogy most már kicsit ilyen preventív gondolkodással is készülünk a vásárlásra. Mondom még egyszer, ez egy felfokozott hangulat, bizonyos atrocitások is előfordulnak, általában a tömegben idegesebbek, feszültebbek az emberek, de ekkor sem szabad elfelejteni, hogy az értékeket mindig biztonságos helyen kell tartani. Tehát csak hogy konkrétizáljuk, tehát hölgyeim, a táska hónunk alá szorítva, cipzár behúz, ha lehet csatos táska, hogy még van, tehát minél jobban figyeljünk oda az értékeinket. Igen, ez mind igaz, és mind meg lehet találni a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács honlapján. Ami egy új elkövetési modellre szeretném fölhívni a figyelmet, mostanság tapasztaljuk, hogy ugye vannak a nagy bevásárlók, ugye centrumok, és ott vannak éttermek, különböző gyors éttermek, és döntően persze a hölgyek, ugye, de a férfiak is a szék karfájára teszik a kabátjukat is, vagy a táskát a hölgyek ugye felakasztják, és nem figyelnek rá. Mondtam, társas elkövetés, tehát vannak a zsebtolvajok között olyanok, akik figyelnek, vannak, akik végrehajtják a bűncselekményt, vannak, akiknek átadják rögtön a... Ez egy GMK-ba gyakorlatilag megy. Igen, tipikusan erre kellene figyelni, de egyetértek, nagyon sokat változtunk, és óvatosabbak vagyunk. Az otthonunkat hogyan tudjuk megvédeni?
Sokan elindulnak családhoz, vidékre, nagypapa, nagymama, vissza, üresen marad a ház, jön a Facebook, itt vagyunk, boldog karácsony, miközben a betörő meg rölg a markába, és látja, hogy tök üres a ház. Hát az ünnep erről is szól, ugye, hogy meglátogatjuk a rokonokat, és visszautalok az előzőekre, ugye, hogy nem csak karácsonykor van ilyen veszély, mondjuk a lakásbetörésekről, ha beszélünk, ugye nyáron is előfordul, mondjuk elmennek nyaralni, és posztolják a Facebookon a képeket. Hát ezt el kell felejteni, majd amikor hazajöttünk, akkor kell posztolni. Egyrészt el kell felejteni, másrészt ugye van a honlapunkon egy nagyon rövid kis film, annak az a címe, hogy Selfie. Tehát annak is van már veszélye, hogyha valaki a lakásából, vagy a lakásában készít egy ilyen felvételt, és kirakja a Facebookra, mert ugye ez a kisfilm pontosan arról szól, hogy csak mindenki által hozzáférhető legális adatbázisokból hogyan lehet eljutni a címig. Tehát ezt most ugye nincs erre idő elmesélni, de egyetértek. Viszont azt kell mondanom, hogy az internet használatnál is egy újabb kultúra azért a biztonság megjelenik, és a fiatal nál is már azt tapasztaljuk, hogy felelősen használják a világhálót. Tehát, hogy gyakorlatilag azért leginkább rajtunk múlik, nem? Ezt nem várhatjuk azt el, hogy minden sarkon álljon egy rendőr. Nyilvánvalóan, persze, ez természetes. Ugye a bűnmegelőzésnek az a nagy problémája, hogy ugye nem köztudás kincs. Ezek tanult ismeretek alapján, ugye nagyon jó szocializációs folyamat esetén, ugye, hogyha átadják a respektábilis személyek ezeket az információkat, akkor ezek készségszinten elsajátíthatók. És jó esély van arra, hogy már tinédzser korban nem lesz áldozat, ami fontos, nem is lesz elkövető, és hogyha így szocializálódik, ugye akkor felnőtt korában sem aggályos a kriminális pozíciója, de ettől függetlenül azt kell mondanom, hogy ezeket az ismereteket azért nagyjából a honlapunkon meg lehet találni. Beszéljünk jó dolgok is, remélem, hogy nem harapja a szerkesztő a fejemet. Gyűjtöttek még hozzá nem is kevés ajándékot rászoruló gyerekek. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács ugye a harmadik éve támogatja a Szent Ágot a alapítványt, és nagyon köszönjük ugye a Klinknek, mert 100 iskola is ugye fölajánlott különböző tárgyakról van szó, de összességében tegnap Szegeden 10 millió forint értékben rászoruló gyerekeknek adtunk tehát ilyen ajándéktárgyakat névre szólóan, tehát ami nagyon hozott fontos, a Jézuska, igen. És 200 rendőrkapitányságról kollégák ugye a saját ajándékaikat, vagy az átdaluk ugye hasznosnak vélt ajándékokat ajánlották föl, és ezt átadtuk tegnap. Szuper, vigyázzunk egymásra, és vigyázzunk az értékeinkre. Köszönöm szépen. Így legyen, köszönöm.